Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés, mit fog tenni az ő következő lépése? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Az itt látható a képen. Látható, hogy ő most kiemelkedik, sokkal magasabb, mint mások. Megvan nála ez a büszke királyi tartás, ez a fellépés. Sőt, mások bámulják őt, és ez a gondolata, mert szeretné azt, ha megkapná másoktól az elismerést. Itt a tűzről van szó. Itt előtte ezek a lángok mutatják azt, hogy ő feléget valamit. Ezt szimbolikusan gondolom, hiszen ez azt jelenti, hogy elbúcsúzik a múlttól, vagy bizonyos kapcsolatoktól, amit feléget maga mögött. Van egy új tekintet, egy új irány, itt is a tűz eleme hat, de másképp. Itt látható a bátorsága, a lelkesedés. A második kérdés az volt, hogyan érzi magát. Itt újra a tűz eleme jelenik meg, de nem egyedül van, hanem veled. Így érzi, hogy van kapcsolat kettőtök között. Ebben az esetben a tűz, ami így összekapcsol benneteket, jelenti a lelkesedést és a szenvedélyeket. Vagy ő mutat egy új irányt, és azt szeretné, ha téged ez lelkesítene. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt láthatóak a könyvek, te átvizsgálsz valamit, vagy tanulsz valamit. Lehet, hogy ti ketten tanultok az eseményekből, vagy lelkesít ő téged, és nálad lesz egy új irány, egy új kezdet, ahol valamit tudsz tanulni. Mi köt össze benneteket? Itt újra látható a tűz, de a vidámság is. Itt játszadoztok egymással. Te is másképp látod ezt a tüzet, ő is. Téged más lelkesít, mint őt. De mégis megvan az egyhang, megvan a kapcsolat, és az is lehet, hogy te befolyásolod őt, vagy ő téged, és itt lesz majd egy közös tűz, ami mindkettőtöket majd lelkesíteni fog. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!